Krisz! Gyere, kapj el! Jaj, ne! Máté, ezek a kocsik nem idevalók a földútra! És akkor mi van? Miért ne lehetne szuperautókkal az erdőben versenyezni? Próbáljuk is ki! Miért ne lehetne a rally autókkal az aszfalton gyorsulni? Na hello, srácok! Ez itt egy újabb forzás videó, és ebben a videóban nem odaillő kocsikkal fogunk versenyezni. Let's go! Bye! Először szerintem, Máté, igen? Nyomjunk mondjuk, vagy én mondjam, hogy mit nyomjunk először, vagy te mondjad? Hát legelőször, hogy ilyen jól érzékeltessük a srácokkal, hogy mit is csinálunk valójában, szerintem menjünk ilyen autókkal ilyen terepversenyt, szerintem. Amúgy ezeket a terepversenyeket nagyon nem is szoktam menni, mert szerintem nincs semmi. Ja, én azt alapból nem szeretem terepkocsival sem. Az a jó, hogy a botoknak is olyan, hogy hívják, ott ad be olyan kocsikat. Ők is olyan nagyon. Igen, igen, szóval megnézzük, hogy hogy fogunk tudni teljesíteni, de én ki is választok egy nagyon király autót, ami az előző videóban nagyon jól teljesített. Na ez az az autó, ami egyáltalán nem illik ide erre a terepversenyre, úgyhogy ez pont tökéletes is lesz. Hú, hát erre kíváncsi leszek, hogy hogy fog teljesíteni a mező közepén ez az autó. Mert az úton nagyon jól megy, de... Most mezőkövesden fogunk versenyezni. Ja, a Königsegi Jeskóval is mehetek. Hogy melyik a Rájmekkel? Na, melyik a Jeskóval mehet. Jó. Juhu! Azt a rohadt a mező közepén, hogy Königsegi Jeskóval. Ja, kíváncsi leszek rá. Jaj, ne is verhetetlenbe vagy. Aj, nem álltottam át, mindegy, nem baj. Ja, maradjon is úgy. Majd még megpróbáljuk kicsit, hogy, mert szerintem itt utolsók leszünk mindketten. Hát mások is szuperautóval vannak, akkor hát nincs jó, nagyobb esélyük, mint nekünk. Az AI az jobban tud alkalmazkodni, mint mi. Mi ez? Neo? A Neo ellen vagyunk. Neo Epic. Neo Epizód 9. Jött ki a Neo-ról egy sorozat, nem is tudtam. Ja. Na, mehet. Milyen kocsi ez? Ez az, itt még le tudjuk őket gyorsulni gyorsan. Let's go. Jaj, ne! Én már így tudom irányítani. Ne, kicsúszok. Gyerünk, Máté. De ezt csalások, tökélet sem veszik a kanyart. Győznünk kell. Mennének. Azért, mert lelassulnak szerintem. Let's go. Ne, kihagyom a zászlót. Ez az, nem hagytam ki. Csak nem vagyok utolsó, jó van. Let's go. Húzz innen! Kilök! Kilök a csicska! Nyugi, engem is kilökdösnek! Jó, ez nem normális így. Ez az. De itt hát az nyilván, úton... mert nem ide illő ez az autó! Itt az úton tudunk rajtuk hozni egy picit. Még engem úgy... Bum! Gyerünk, srácok, meg kell tennem! Elsőnek kell lennem! Nem tudsz első lenni, kizártalak! Jó, hát ez nem... Nekem ez ráadásul gyorsulásra van tuningolva, ez esélytelen. Kanyarodni si tud. Aszfalton si tud kanyarodni. Let's go! Gyerünk, nagyon jól megyek! Nem lehetek utolsó! Nagyon nehéz. Iszonyatosan nehéz egyenesen tartani az autót. Ja. Ezt nem hiszem el. Azt, milyen jó érzés rámenni az aszfaltra egy picit. Ja. Jaj, ne! Nem bírok lefékezni! Jó napot! Nem viccem el! Hé, de miért előznek le? Miért? Azaz, megbotlott az első! Még lehetek első is akár! Megbotlott az el. Hát megbotlott, mert így elfér. Erre vagy a pálya! Nem. Dobogos leszek! Valaki kihagyta az állatot! Gyorsulj már! Ezt nem hiszem el, pedig mind a ketten ilyen bénán érkeztek, én meg tök jól! Valaki kihagyta az zászlót, nem vagyok utolsó! Kanyarodj! Harmadik lettem, Krisz! Ez komoly! Igen! Asta! Én utolsó előtti, mert valamelyik kihagyta az zászlót. Szóval nekik is nehéz amúgy. Hú, Krisz, ez nagyon izgalmas volt. Még egyet! Jaj, ne fúj! Megpróbálom azzal a Rájmekkel, akkor az lehet, hogy jobb lesz.
De akkor te is valami másikkal próbáld, nincs más X-esed? Hát van, az a Mercedes, nem? Sok van, sok X-es. Az a Mercedes, az jól megy terepen, az jobban megy. Hát de nem odaillő autókkal keversenyezni, hát jó, hát ez nem odaillő, az ilyen Forma 1-es felvezetős kocsi, az odaillő nekem. Most a szokásos terepversenyt fogjuk lemenni, hát nem szokásos, csak ezt én jól ismerem ezt a pályát. És ezt is X-es kocsikkal, úgyhogy kíváncsi leszek rá, mert ez ilyen kis kicsi körverseny. X, és akkor legyen a X-es Mercedes. Én is a Mercedes-szel tudok, meg a Moslerrel. Menjünk ugyanazzal? Hát, amivel akarsz. Gyere a Moslerre. Ez a Mosler, az epic. De ez is inkább gyorsulásos, az a baj. Hát igen, pont ez az, hogy ott nem odaillő autókkal kell versenyezni. Ezt fejezd már ezt a Batman-séget, hát most már komolyan már idegesít. De még Gotham City bajban van, addig nekem Batmannek kell lenni. Mindjárt olyan bajba leszel. Sesto Elemento, ezt nem hiszem el. X-es Sesto Elemento? Aha. Ja. Jaj! És kilök! Hát de miért spékezel előttem? Ezt nagyon megúsztad! Ezt nagyon megúsztad! És most megint kilök! De most mit csináljak? Hát megyek előre! Ne lök ki! De megyek előre! Hát a körülmények áldozata voltál, na! Ez borzalmas! Yeah. Oké, és nekem ez egész tűrhető! Valami sokkal, mint az előző! Let's go! Azt a milyen kanyart vettem! Jó, hát ez eddig nagyon rossz, de mondjuk itt az aszfalton talán egy kicsit tudok hozni rajtuk. Megmentett egy darab fa! Majdnem kicsúsztam, és így kicsit lelassultam, amikor nekem mentem, és akkor pont el tudtam érni. Ez az, hoztam rajtuk, let's go! Lepattan a falról, let's go, jó van. Oké, és? Nem jó, nagyon csúszok! Oké, és megpróbálkozni egy pár helyet. Na! Köszi fal, most kicsit megmentettél. Hát ez sokkal rosszabb, mint az előző, de nem tudom, hogy ők hogy mennek ilyen jól, komolyan. Nem értem. Mert az AI az jobban tud alkalmazkodni. A körülményekhez nyilván. Merre megy a hülye pálya, azt sem tudom. Szóval és kör... kihagyom ezt a baromságot! Második kör. Azt, hogy betapadok egyből. Ahogy ráérünk, ez az, csicska, húzz innen! Jó. Ezt nem hiszem el. Félre pattanok nagyon. No! És kihagytál az ászlót. Ezt nem hiszem el. Én is kihagytam amúgy. Mert nem azt, hanem meg az előzőt. Jó, hát ez nem ment, ezt láthatjuk. Láthatjuk, hogy ez nem ment. Itt tök jó, hogy ki lehet használni ezeket a ilyen izéket. Azt a micsoda drift! Woo! Na hát ez nehezebb, mint gondoltam. 8. helyezés. Előbb 3. lettem, hát az sokkal jobban ment amúgy. De hát látszik az eredményen. Ez nagyon gyér, ez a 300 pont, amit összeszedtünk össze. Most mondom, hogy mit fogunk menni. Nem más fogunk menni, mint terepautóval. Gyorsulási versenyt! Juhú! Jó, akkor hát akkor csak igazából hátra kell talatni, mert itt a gyorsulási verseny, és terepautóval, és az milyen? Amivel a terepversenyt megy a dalabból, azok a nagy kerekű, ilyen széles. Itt van ez a Brocky Ultra, Chris. De ez az a baj, ez tuningolva van nekem. Na mindegy. És hanyas? A. Jó. Jó van, Brocky Ultra, kiválasztottam. Mehetünk! Terepjáró autóval, gyorsulási verseny. Azta, hát az remek. Remélem nem Lamborghini Aventadorok fognak jönni ellenem. Hát én is. Egy csomó mindent választhatok. Na, melyiknek a legjobb a gyorsulása? Pont, hogy nem odaillőkkel kellene versenyezni, Krisztián. Jó, tök mindegy. Terepkocsi. Na, gyerünk. Let's go. Én fogok nyerni. Mihez? Mindenkit legyorsulok. Let's go. De persze, ezt, milyen autó ez? Nem tudom, ilyen, ja, ez a Halo-ból, hogy mi Halo. Halo. Aha. Ez a marsjáró Halo 2-ből. Halo 8-ból. Alter X és Olbelix.
Oké, okay, és gyerünk, Máté. Nekünk kell nyernünk a gyorsulási versenyt. Gyerünk! Hát ezt nem tudom. Let's go! Mert drag race! Juhu! Azaz! Oh, azt, hogy kilőttem! Ah, ja, csak azok 8 úgy kilőtt, az többi. Nem igen, de még a végsebesség győzhet, még a végsebesség győzhet! Gyerünk! Á, nem, az már nagyon elment. Jaj, ne, nagyon lassú vagyok, bejön elém! Ne, ez is legyorsul, mindenki legyorsul! Let's go! Let's go, gyorsan vagyok! Gyerünk! Gyerünk! Én utolsó vagyok, csak itt ne, magam nem meg. Előztem le. Én full utolsó lehet, csak itt magam mögött tartottam valaki. Oké, és Máté, ezt nyernünk kell ebbe a versenybe valahogy. Jó. Szóval, kell választani egy másik ilyesmi. Nézd meg, ez a Ford Bronco, ez milyen, vagy Broki, vagy mi ez? Hogy ez milyen fajta kocsi. Hopp, pörgetés! Ilyen... Nézzük, hát a pörgetek egy jó kis kocsit. Az a helyzet, ennek a 10 000-esnek már örülök. Milyen kocsi ez? Korlátozás nélküli terepjáró az lesz. Igen. Korlátozás nélküli terepjáró. Na, akkor okay. Korlátozás nélküli terepjárót nézd meg, és onnan keress egy jót, ami nagyon gyors. Mint például a traktor, vagyis egy ez a kamion. Hát ja, az a kamion, az jó gyors. Nekem ezzel 10-es az indulásom, 6,3-as a sebességem. És ezzel viszont 10-es az indulásom, és csak 6,1-es a sebességem. És meg a gyorsulása is kisebb. Szóval nem biztos. Königszegi Eskó, ami a leggyorsabb játékban a leggyorsabb kocsi, és arra azt írja, hogy 6,7 a sebessége, vagy meg. Szóval ilyen baromság az egész. Mindegy, választ ki valamelyiket, és nyerni. Jó, kell. Próbáljuk meg a kamionnal. Na let's go, Krisztián! Megnézzük, hogy ez hogy megy ez a kamion. Amúgy ez elég gyors, én úgy tudom. Igen, ez szuper gyors ez a kamion, úgyhogy azzal lehet, hogy tudunk nyerni. Ez minden gyorsulási statjára azt írja ennek a kocsinak, hogy még jobb, mint ez a kamion. Aha. Szóval, majd kiderül. Az előző, az a Broki, az jobb volt a gyorsulása, mint ennek. De nem baj, mert a... Totális kamion! Brutális! Brutális! Szerintem ezzel győzhetek azért, ez egy... Ez ja, az nagyon jó megy ez a kamion. Na mindjárt megnézzük! Let's go! Indulás! Éj! Laggót! Ajaj, ott van még egy kamion! Gyerünk, gyorsulj! Oké, most már kicsit jobban megyek. Jó? Jó? Oké, és... Aj, ne, az ott a szélen az olyan jó megy, mint az állat. Á, nagyon gyenge a végsebességem szerintem. Ja, már alig gyorsulok, mindenki le fog előzni. Ja, én is alig gyorsulok. Ezt nem hiszem el! Gyerünk, viszont a kamiont legyorsulom. De én megy jobban, ősi kamion! Nyolcadik. Jó, hát ez nem ment jobban egyáltalán, szóval tényleg jobb volt a gyorsulás annak, meg a sebesség annak a Brokinak. Szóval akkor keresünk egy olyat, ami tényleg gyorsan megy, mert ezt meg kell nyernünk, Krisztián, nem hagyhatjuk így! Korlátozás nélküli terepjáró, oké? És akkor itt kéne nézni egy olyat, ami tényleg gyors. Hát ez a leggyorsabb, ez a RJ Anderson. De én ezzel mentem most! Jó, de neked fel van tuningolva? Nekem A800-as. Nekem is. Máté! Be kell menni az autószalomba, és kell keresni egy... De nem ár, fúj! Ne, menj be az autószalomba! Jó, bemegyek. 10-es indulás. Ne, hát 4-es kezdetes sebesség, az nagyon rossz. Ez a Hot Wheels-t kéne. 150 000-be kerül, nem drága. Ja, de az izé... De ez lassú. Valódi pénzért kell megvenni, azt a mocskosok. De szabad tuningolni? Az a baj, hogyha tuningoljuk, akkor most főtuningold olyanra, hogy izé legyen, hogy hát rohadt igen. Gyors, ez kész. Megveszem az Arielt. Neked nem is kell megvenned, Chris. Tudod, még gyorsabbak azok nálunk, ha? Mert azok a izék mindig az elsők, azok a RJ Andersonok. És azt az autószalomban A714-esen veszed meg, tudod. És nekünk meg A800-as. És fogja is a játék főtuningolja A800-asra gyorsulás. Csaltod a ja, 714-esre, és ez jobban gyorsul, mint mi. Ez a lila, ez tökéletes lesz. Let's go! Itt van a nyertes autó! Meg kell nyernünk részt! Gyerünk! Neked amúgy nem kell megvenni, hanem majd kibéreled. Mehet! Béreld ki az autót, Krisz! És jó. Győzzük le ezeket a fajankókat! De neked hanyas a? A 712. Ujjjjj, nekem a 800-as.
De most miért kell kibérelni? Hát nem tudom kibérelni. De hogy ne tudnál? Hát nem, mert ezt adja be alapból. Ott van a kibérelés. Balra kell elmenni, te ezt majom. Ezt adja be alapból. Na mindegy most már. Krisztián, ne mutasd magad ilyen hülyének. Ne aggódj, rádnéz valaki, és azt mondja, hogy hát ez jó. De ez valami hülye. Különleges, mert látod, nekem ilyen lámpa is van a tetején. Aha, nagyon ügyes vagy. Hát meg fel van tuningolva, de várom! Gyerünk, gyorsulj, azaz! Kilőttem, mint az nyíl! Oké, be kell mennem eléjük. Húzz innen! De ne csezd el! Húzz innen! Ne! Leelőz! Menj elé! Leelőz a mocskos! Csaló! De faskocsit az, és még meg se tudja nyerni! Én meg utolsó vagyok! A fene egye meg! Harmadik lettem. Máté, be kell állnom eléjük. Csak úgy nyerhetünk. Nem. Az én kocsimmal kell jönnöd. Ja, és te utolsó lettél vagy a tégkocs. Hát mert az összes kocsi olyan, mint te majom ember! Nem! Nézd már meg, ott van 800-as, 4-800-as, az összes többi 711-es, mint te. Föl kell tuningolnunk egyet. Mindjárt föltuningollak a plafonra! Az én kocsimmal gyere! Az én kocsimmal gyere! De utolsó lettél, nem érted? Tuningolt föl akkor gyorsulásra. Ja, amúgy csak úgy mondom, hogy vertetlenbe vagyunk, szóval azért... Ja, tényleg. Ne ezeljen senki. Ja, az már S1. Ne gyorsulási tuningot, hanem te tuningolt föl. Gyerünk! Itt van a nyerő tuningő! Jó. Ráraktam, megyek, Krisztián, ne egyet se félj! Megnyerjük ezt a versenyt, addig élek is! Nem tudom, meg kell ilyen klisés film beveszélnem. Ezt most már senki nem előzi le ezt a kocsit, az most már tudték. Mondjuk ezt egy kicsit csalásnak érzem, hogy itt betuningoltam, de... Mindegy. Nyerni fogok, most érzem. Szín. Jó, most már többet nem mehetünk, ez az utolsó, ha nem nyerünk, akkor vége mindennek, akkor meggyalázott senkiházi, úgy kell hívni minket. Meggyalázott senkiházi, húgy. Igen, úgy kell hívni minket örökké. Gyerünk! Kilő! Nyerünk! Let's go! Nyerünk a végsebesség! Ne, Gyorsulj! Miért gyorsul le? Hát előbb jobb volt a kocsim! Mindenki legyorsul! Mit csinál? Hiába 10 élet, az 20. vagy, bakker! Mindenki legyorsul! Ezt most én nem hiszem el! Azaz megtol! Ne? Meg az ajtón stak kimenni. Jól van, srácok, ez nem megy. Viszont, hogyha szeretnétek, hogy összerakjuk a legjobb gyorsulási kocsit a Forzában, akkor lájkoljátok ezt a videót! És ha meg lesz ezen a videón a... Hány ezer lájk, Máté? A 4000. Ha meg lesz ezen a videón a 4000 lájk, akkor összerakjuk a legjobb gyorsulós kocsit a Forzában. Máté, nem mást kell csinálnunk. Még, mint ralli autóval kell pályaversenyt mennünk. Jó, na akkor menjünk egy ralli versenyt, mondjuk ezt. Jó is lesz, nagy siker. Ne ralli verseny. Nagy siker! Ralli autóval mész pályaversenyt, te barom. Az ugyanaz. Most a ralli autóval mész, a ralli autó az rendes autó, bakker. Nem. Jó, hát ralli autó, mi ralli autó, te majom ember. Hát te vagy a majom ember. Na szóval most ralli autóval fogunk menni pályaversenyt, azaz igazából utcaversenyt. Hát ez annyira amúgy nem gondolom úgy, hogy nem odaillő, mert egy ralli autó tud versenyezni simán aszfalton is. Hát de nem, mert akkor ugyanazt használnak. Jó, hát ez amúgy egy kicsit azért nyilván úgy néz ki, hogy ez nem ide való. Ez a... Új, melyik ezzel az Opellal? Let's go, Opel! Ez a Desert Flyer. Ja, ez ilyen sivatagi, hát ilyen Dakar, meg ilyenekre van, szerintem. Opellel fogunk versenyezni? Ja, de amúgy utcaversenyt kellett volna menni, nem sima országútit. Ja. Na mindegy, Cooper kanyú sprint. Na jó van, itt a vége. Tudtunk már nyerni ebbe a versenybe? Aha, szóval ez így nagyon nehéz, hogy nem odaillő autóval nyerünk. Úgyhogy ez
az utolsó esélyünk. Gyerünk! Matt! Gyerünk! Indulás! Ajaj! Jaj, el se indul. Csúszik nagyon. Máté, muszáj nyernünk, mert teljesen gyalázottan hagyjuk abba a videót, hogyha egyszer se nyerünk. És most nem csak, hogy nem lettünk elsők, nem is nyertünk versenyt. Ez az. Nem volt több pontunk sose, mint ellenfeleknek. Oké, és úgy látszik, gyorsabb vagyok. Vigyázz, Máté, mert itt lesz az a szivatós kanyar. Nyugi. Itt lesz most. Tudom. Okés. Második vagyok. Nyerjük meg, Krisz! Okés. Megpróbálom. Az a baj, hogy jobban gyorsulok, mint ő, de ő meg jobban veszi a kanyarokat. Igen, ez egy nagy probléma. Hát mondjuk most még nem is gyorsulok jobban, mert már itt van seggembe. Jaj, ne, max, elértem a maxot! Jaj! Már vonzódik az erdőbe a kocsim. Ja. Lesz az a hajtűkanyar, és majd ott kell. De belejük száguldani, igen. Jaj, ne csúszszak ki. Itt kell lepattani róla. Húzz innen! Addig valahogy tartani kell magamat. Második vagy? Igen, második vagyok. Jaj, vigyázz, itt is lesz egy olyan kanyar, hogy ilyen kicsúszós. Nyugi. Második vagyok, csak nem, ha nagyon elmegy elém, az a baj, hogy már nagyon előttem van. Valahogy kéne tartanom magam, hogy... Én most egyet hoztam. Okés. Ahogy a hajtűkanyarnál ki tudjam őt lökni. Valahogy kéne magam tartani, csak egyre jobban elszakad előre. Meginogott! Az előttem lévő! Most lesz a hajtűkanyar majdnem sokára, és már nagyon elő van. Nem jó. Meginogott! Le kell előznöm! Ne. Let's go, nagyon szép! Ne, már nagyon elmen. Ez az! Leelőztem! Ezt is lefogom! Ne, ő már bevett a hajtűkanyart, mire én idejére. Nyugi, én harmadik vagyok! Nagyon jól felhoztam magam! Ez úgy elhúzott, mint a szél. Mindegy, még megnyerni meg tudjuk. Ha elsők nem is lehetünk. De másodikok és harmadikok még igen! Pontba még nyerhetünk. Második, harmadik! Nem előzhetsz meg! Enyém a harmadik hely, te talvaj! Let's go! Ez az! Let's go, végre győzedelmeskedhettünk! Ez az! Hú, Krisztián, hogy érzed magad, hogy győztünk? Hát, azért kicsit megkönnyebbültem, hogy végre győztünk egyet, hát elsők nem lettünk sajnos. Hát igen. Ja, sajnos elsők nem lettünk, de... De hát most már verhetetlenbe játszunk, szóval. Ez baromi nehéz volt ez a verseny. Hát az én tapasztalatom az, hogy baromi nehéz nem odaillő kocsikkal versenyezni a Forzában. Ezt amúgy nem is mondtam annyira nem odaillőnek ezt a rally kocsit ide az aszfaltra, és mégis iszonyatosan nehéz volt. Meg ugye az AI az direkt úgy csinálja, hogy az ő kocsijaik azok tökéletesen működnek mindenhol. Hát nyilván nem tökéletesen működnek, de jobban működnek, mint neked, az biztos. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett nektek, akkor mindenféleképpen nézzétek meg ezeket a videókat is, ugyanis ezek is biztos, hogy tetszeni fognak nektek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok, srácok!